Üdvözlök, kisétem mindenkit! Itt is látunk maga az autótot. Látsunk! Itt vagyok az autótnál. A régebbi videómban mondtam, hogy a fejlett országokban nincsen autóút, autópálya. És itt még autópálya van. Van Szerbia nem képes érni a spájcok a szintjét. Szerintem az új belgrádi vasútvonalat ide kell építeni. Ez helyében. Jól látható, hogy ez tisztára egyenes, nincsen semmi útkanó benne. Na, itt egyenesen megy, még a kicsikét meg van ferdülve, és hogy ide kell rakni az új vasútsimpárokat. Máshol, mint ide. Tiszta jó méltó el fog neki lenni. Nagyon szuper hely, gyönyörű volna. Itt is látható, kicsikén meg kellene, ha nem itt van ez a közepén, ez a rét, meg kellene szélesíteni, félig is akkor ide nyugodtan két simpár elférne, tisztára feljutna Szerbia fejlett országok szintjére, nem maradna a fejletlen okó országokban. Nem hiába lemaradottak, azért mert már 1946 óta van az autópálya, hát kb. Annyi II. Világháborúban lett a legelső megtervezve, jöttem Németországba, és azóta Szerbia még mindig ugyanazt a tendenciát tartsa. Például Svájcban lennék, most ilyen lenne egy ilyen emelkedő, felmásznák itten, és itt látnák kb. Olyan 3 darab simpárt, nem pedig azt, hogy az autók oda-vissza minél gyorsabban hajtanak, teszik tönkre maga a környezetet, a csinyáv lesz. És itt van ez a gyönyörű szép tér, nyugodt, és ide nyugodtan, legolcsóbban, legolcsó megoldás az volna itt. Megfogni is egy sima dízel vonatot futtatni, se áramat nem kell vezetni, sima dízel, ott kb. Ha jól lenne a kamerám, 500 méterre, kb. 1 kilométerre látható egy benzinkút. Ott van? Nem látható. Már nagyon úcska fennek a felvétele, jobbat kellett volna vennem, meg is bántam, hogy megvettem. És akkor itten elfelejtettem. Fele is neki, az ilyen emelkedő fölműveseknek tett számba. Átjönnek egy sorompón, és akkor itt is volnánk ezt a másik felét. Remélem gyorsabban hajtanak. Itt van a gyönyörű szép út. És itten hát ha egy cég kínaiak ide építenék az új vasútat, régen meghagynák emlékülnek. Az olyan is régi, hogy azóta nincs piszkálva. És itt van ez az autóút. Gyönyörű szépen két darab simpár elfutna, két dízel, és akkor nyugodtan jelentne fel az áru, mint valami fejlett országokba. Hát ez a nagy kerülés. Gyorsabban hajtanának. Itt van, régebben vonatok szállították le az autókat. Most már újabban nem vonatok hordozzák az új autókat, hanem egy Mercedes kamion. Autóka van talán. És akkor itt a jövőben lehetne valami tér. Szép hely.
Hát, Szerbia igenis képes elérni a fejlett országok szintjét, hogy ide kell építeni új vasúti csípárat. Nem oda a régire, mert az a hely az nem jó. Mert a híd is úgy van építve, alig hagytak el az új régi sínpártól fél méter se. Na oda, hogy fog beférni két darab sínpár, hogy ki fogják ütni az egész hidat, szét fogják szenni. Hát, itt van ez a nagyon szép hely, ahol való vasúti sínnel lenne az új helyei. Hát, el is tudnám képzelni, nem kamionok, meg autók járnának, hanem sinek, vasút volna. Ilyen kínai shipping lenne, sokkal gyorsabb lenne maga a területen való rendelés. Az a legjobb, hogy lenne, hogyha ez ide lenne építve, az egy felújítaná a szerben erőből, nem kellene fizetni. Hogy is hívják ott kínaiaknak, felújították, hanem még kínaiak megveszik ezt a részét, felújítsák, képítik maguknak, és a másiknál meg terforgalma ez a kínai shipping ügyelés. Kínai shipping, nyugodtan, shipping megy. Amarról, ezen az úton, ahhoz én maradna személyi közlekedésre. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a rövid videómnak a lényege. Remélem, hogy önöknek tetszett. Tetszett, akkor nyugodtan iratkozzanak fel a csatornámra. Írjanak rá kommentot, szavazzanak rá. Írjanak rá szavazást is. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Szevasztok!